Köszöntök mindenkit, Magyar Csobot vagyok, vagy mit beszélek, vagyis, bocsánat, Csongor vagyok. Csak az éjjel még nem ért véget a Pancsó Aréna privát meccsenéző termében, ha értik, hogy mondom. Ez a Kormányinfo Plus, meleg frontmentes nyarat kívánok mindenkinek a kormány nevében. Mielőtt elkezdeném, jobbulást kívánok Mészáros Lőrincnek, gyors felépülést az autóbalesetből. És itt ifjabb Mészáros Lőrinc rally balesetére gondolok, nem pedig arra az incidensre, ami 60 pusztán történt a páncélosokkal. Mármint milyen páncélos? Hát, ki beszél itt páncélosról? Menjünk is tovább! A KDNP frakció, vagyis barátoknak a Gyuri végre elfoglalja méltó helyét a függetlenek között, ezzel az Európai Parlament egy jobb hely lesz. Igazából nincs szükségünk pártcsaládra, mi magunk vagyunk a pártcsalád, és mint azt tudjuk, a pártcsalád az pártcsalád. Maradunk az örömhíreknél, és maradunk Európánál. Július 1-től végre ténylegesen is elfoglaljuk Brüsszelt. Deutsch Tamás lesz az EU elnöke, vagy valami ilyesmit jelenthet ez a dolog, bevallom, nem néztem teljesen utána. Soros György is benne van valahogy, lehet, hogy régen ő volt a Soros elnök, vagy valami hasonló. A lényeg, hogy make Europe great again. Rengeteg sapkát fogunk eladni. Amin ez lesz, és ígérjük, hogy visszakormányozzuk Európát azokba az időkbe, amikor még, hát igazából, amikor még... De mindegy! Mindegy, a lényeg, hogy megpróbáljuk visszavenni a belga, vagyis a brüsszeli Soros elnökség által elfogadott direktívát. Kedves Brüsszel, a természetet nem visszaállítani kell, hanem akugyárat kell ráépíteni, ahogy Jézus is tette volna. Senkinek sem kell a karsztvíz, ha a hell már árul aludobozos vizet is. Ennyi. És ha már általunk gyűlölt nemzetközi szervezetekről van szó, aminek mégis tagjai vagyunk, hadd beszéljek egy kicsit a NATO-ról is. Teljes mellszélességgel kiállunk Mark Rutte mellett, szeretnénk, ha ő lenne a főtitkár. Bár márciusban Szijjártó miniszter úr még azt mondta, nem támogatjuk, mert beszólt Magyarországnak, de hát ennyi idő alatt bárkinek meg tudunk bocsájtani. Kivéve hasvéd. És még mielőtt nagyon beindulna a nyár és a diákok elfelejtenék az iskolát, egy gyors oktatási reformot is bejelentenék. Igen, a hír igaz, mint már mindannyian hallották, szeptembertől jönnek az elméleti testnevelés órák. A magyar oktatás megoldás szemléletű, így ha nincs elég tornaterem, fejben is lehet mozogni. Ezzel párhuzamosan az elméleti órákat pedig gyakorlatiasítjuk, vagyis aki nem tanul elég jól, azt megverik az iskolaőrök. Utolsónak pedig arról szólnék egy szót, hogy örömmel láttam, hogy Novák Katalin kijutott a foci EB-re. Bár az EB csoport elsőséget Magyar Péter miatt elvesztettük, azért minden magyar foci rajongó büszke lehet arra, hogy a volt köztársasági elnökasszony akkor is tud külföldre utazni, hanem Balogh Zoltán püspök úrral teszi ezt kettesben. Most pedig jöhetnek a kérdések, mármint bármi másról, csak nem Balogh Zoltán és Novák Katalin utazásairól. Igen, ott tessék! Egy felmérés szerint világszerte az emberek 40%-a direkt kerüli a híreket. Őket hogyan tervezik tájékoztatni? Hát ebben Magyarország az élen jár, hiszen például a köztévében már évek óta csak hamis hírek vannak, egy hamisítatlan, hírhamisító hírigazgatóval. Vagy elég megnézni az Origót, aki úgy gondolja, hogy hírek helyett riogatást, uszítást és csöcsöket akar olvasni, azokat szeretettel várjuk. Nem kellenek hírek ahhoz, hogy az ember dönteni tudjon fontos kérdésekben, nem igaz? Következő kérdés, tessék! Csád! Nem vicces, vezessék ki! Ha meg akarja trollkodni a kormányinfót, akkor legalább legyen valami vicces, mondjuk Csádi Sín, vagy Petőfi Csádió, vagy örökké fogok várni Csád. Kapják már össze magukat. Attól, hogy nyár van és kánikula, gondolkodni még lehet. Következő kérdés, tessék. Én Gatyán György 20 milliárdos adócsalási ügyéről szeretnék kérdezni. Miről? Gatyán György. Az ki? A milliárdos vállalkozó, aki kamupártot csinált, miután leállították ellene a nyomozást. Vagyis, ha leállították, akkor ártatlan, nem igaz? De állítólag... Csád! Na, hát mindjárt más így, nem? Maradjunk is ennyiben, a jövő héten találkozunk, addig legyenek máshol, a viszontlátásra. Szeretném még több ilyet? És más miért? Szeretnél szeretni minket? Akkor szeresd a Patreon linket ott alul, és lesz miből meghosszabbítanunk magunkat Bicskéig!